Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 25-én. A hold a mai napon a Visakha Holdházban található. Az indiai mitológiában Visakha a tűz istennője. Azt mutatja nekünk, hogy égessünk fel valamit, amit Visakha istennő úgy szeretne közölni velünk, hogy hagyjunk valamit magunk mögött. Szabaduljunk meg valamitől vagy valakitől. Így lehet egy új kezdet, mégpedig a tűz elemével, a lelkesedéssel, a szív melegségével. A mai napon lesznek kihívások, támadások. Meg kell, hogy védjük magunkat. Erre utal egy mars és egy visszatekintő Szaturnusz bolygó kapcsolat egy úgynevezett kvadrát aspektus. A mai napon előfordulhat az is, hogy bizonytalanok vagyunk. Nem tudjuk, hogyan tovább, nem tudjuk, mit tegyünk. Erre utal egy hold és egy mars kapcsolat, egy úgynevezett kvinkunksz kapcsolat. Ezt egy ingával szoktam, mint példa elmagyarázni. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezem tőletek, mondjátok meg, melyik irányba fordul ki. És mi a válasz? Nem tudom, fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, az is lehet, hogy ki sem mozdul, nem lehet tudni. És pontosan ez érezhető a mai napon. De lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy jó hír, és ez abból adódik, hogy egy visszatekintő Uranusz bolygó és Merkur bolygó egy úgynevezett trigón kapcsolatba fog lépni. Mivel Uranusz bolygó visszatekintő, előfordulhat, hogy valaki jelentkezik a múltból, és lesz egy kellemes meglepetés. Ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 25-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!